Kedves hallgatóink! Önök a Hit Kapuja című műsort hallják a Mária Rádióban, és Székely János Püspök úr is Kindelman győző beszélget. A magánkinyilatkoztatások témája után vizsgáljuk meg kicsit ennek az ellenpontját. Tehát, amikor nem a Szentlélek, nem Krisztus vagy a Szűzonya szól hozzánk, hanem hanem, tehát amikor nem égi befolyásról van szó, hanem a gonosz lélek befolyása alá kerül egy személy, hiszen hallhatunk erről is napjainkban egyébként egyre többször. A témáról, a megszállottságról nagyon sok hatásvadás filmet is láthatunk, és azt tapasztaljuk, hogy bár ezek a filmek egyre gyakoribbak és egyre nézettebbek, az egyház bár évszázadokon keresztül nagyon komolyan vette az, ennek a lehetőségét, manapság, mintha picit változott volna a helyzet. És azt mondják sokan a papok közül, hogy az esetek nagy részét inkább pszichikai, orvosi kategóriába kellene sorolni, és tulajdonképpen nekem, mint civil embernek talán az az érzésem, hogyha már, mint hogyha már maguk az egyházi személyek sem hinnének teljesen a testet és a lelket megszálló, vagy megszállni képes gonosznak a lehetőségében. És meg, mi ezzel a helyzet? Először is az utolsó kérdésemre, tehát, hogy, hogy mennyire valljuk mi még ennek a megszállottságnak a lehetőségét, és hogy létezhetnek-e a második része a kérdésemnek a filmekben látott rendkívüli jelenségek, vagy azok csak mondjuk a képzelet szülöttei? Az teljesen világos, hogy a, a Bibliában a gonosznak a léte a sátának a léte az újra és újra előjön ott van a bűnbeesés történetben, vagyis a Biblia arról tesz tanúságot, hogy az emberi bűn az nem csak az embernek a gyöngeségéből, rossz indulatából, rosszakaratából fakad, hanem van mögötte valami ember fölötti gonoszság is, ami működik a történelemben és az emberek életében megjelenik aztán nagyon sok ószövetségi elbeszélésben, Saul király örjöngésében, akit szintén a, a gonosz lélek megszáll. És hát aztán leginkább jelen van az evangéliumokban, ahol arról hallunk, hogy Jézus a gonosz lelkeket kiűzi, és ezt a hatalmat a tanítványaira is rábízza. Azt mondja, hogy hirdessék az evangéliumot, gyógyítsák a betegeket, és üzzék ki a gonosz lelkeket. Emögött a a bibliai hit mögött ott van az embernek egy nagyon mély tapasztalata, arról, hogy a, a világban jelen van egy ember fölötti gonoszság is. Ha valaki mondjuk Hitlernek egy beszédét hallgatja, látja, és a hatalmas tömeget, amit ő szinte hipnotizál és, és rávesz a háborúnak a, a borzalmaira, akkor azt hiszem valamit ebből megérez, ebből a sátáni gonoszságból, ami tombol. Vagy ha olvasunk mondjuk a Stálin. Alatti borzalmakra, például az ukrán éhinség, ahol kb. 7 millió embert hagytak éhen halni, illetőleg halasztottak. Éhen volt, hogy a, az élelmet számító vasúti kocsikat oda hegeztették a, a sínekhez, hogy el, el ne tudjanak jutni az ukrán területekre. Tehát borzalmas tombolása a gyűlöletnek és a gonoszságnak. Vagy gondolhatunk a, a médiában, uralkodó erkölcstelenségre, értéktelenségre, a pénznek a hatalmára, ami embereket szinte hipnotizál, és képesek arra, hogy országokat tegyenek földön futóvá. Tehát látjuk azt, hogy a történelme jelen van egy ilyen ember fölötti gonoszság, ez egyháznak egy nagyon alapvető hite és meggyőződése. Az egyház tanítása megszállottsággal kapcsolatban alapvetően kettős, Egyrészt meggyőződésünk az, hogy Krisztus erősebb a gonosz léleknél, és az ember is, aki Krisztusban él, a szentségi életet éli, ilyen értelemben teljesen védett a gonosz lélekkel szemben. Ugyanakkor lehetségesnek tartjuk a megszállottságot abban az esetben, ha valamilyen értelemben az ember utat nyit a gonosznak. Ez lehet a saját bűnei által, szenvedélyek, rabsága által, ami lassanként egy, egy emberi lelket vagy egy családot megsebez, és hát még inkább olyan konkrét ö, gonosz lélek felé való lépések által, mint az okkultizmus, spiritizmus, sátánizmus, tehát ahol valaki egész konkrétan a gonosz mellett igyekszik dönteni. Érdekes egyébként most csak közben eszembe jutott, hogy beszéltépüspök, hogy van egy ismerősöm, nem barátom, csak elég távoli ismerősöm, és ő, ő, ő bevallotta sátánista legalábbis a gondolataiban, tehát ha jól tudom, nem vesz részt semmiféle mindenféle szertartásokon, meg egyebeken, és egy elég nyakatekert indoklást mondott nekem annak idején egyszer, mikor erről beszélgettünk, hogy azt mondja, hogy az evangéliumok az okai annak, hogy ő sátánista, mert az evangéliumokból Krisztust jónak, a mennyei atyát megbocsátónak ismeri, ismeri meg, és azt mondja, hogy ő nem azt akarja, most idézelbeté vagy, hogy akkor ő legyen a főnök, hanem ő sokkal jobban fél, mármint hogy ők legyenek a főnök, sokkal jobban fél a sátántól, aki gonosz velejéig, gonosz és sokkal inkább hatalmába, markába tudja tartani az embert, tehát inkább őt tiszteli és őt imádja. Valami agyrém szerintem. Na mindegy, ez csak úgy eszembe jutott erről a témáról, de egy kicsit most hadd kapcsolódjak vissza a magánkinyilatkoztatásokhoz. Tavaly volt itt egy nemzetközi találkozója a Szeretetláng nevezetű magánkinyilatkoztatás közösségeinek világszerte létező közösségei gyűltek itt össze, és ezen felszólalt egy El Salvadorból érkezett nagyon fiatal pap, aki ördögűző a püspöke megbízásából Dél-Amerikában, és amikor általában elolvasta a szeretetláng spanyolra lefordított üzeneteit a lelki naplót, akkor annyira mélyen megragadták a, le a lelkét Mária közlései, hogy el egy alkalommal, amikor az ördögi befolyás egy rendkívüli esetével került szembe, mert a megszállott szeméből az exorcizmus folyamán sem akarta gonosz távozni, akkor szinte önkéntelenül kibuktak a naplóra visszaemlékezvén a száján a következő szavak, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángját segítségül hívva felszólítal a gonosz, hogy, hogy távozz ebből az emberből. És, az, és a gonosz, aki ennek eddig ellenállt, az, az vagy mindenek ellenállt, engedelmeskedett. Még azt is mondta ez az illető, hogy, hogy ha keresztet vesz elő, vagy szentelt vizet, akkor is a, a, a megszállott személy száján keresztül az ördög, a gonosz lélek, az, az szitkozódik, és, és, és nagyon csúnya szavakat tud mondani, akkor is de azt mondja, hogy amikor szűzmária nevét kiejtik, akkor mint hogyha egészen el elcsendeselne és elcsitulna idézőjelbe téve a gonosz. Ugyanez a konferencián egyébként ezt a, ugyanezen a konferencián a beszámolóját ennek az illetők megerésített egy másik, egy perui exorcista is, aki egyébként is ez érdekes, hogy, 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 hogyan kell manapság egy ördögűzőnek a hivatásához hozzáállni. Amikor Lima érseke kinevezte őt ördögűzévé, akkor ő elvégezte az Ottani Orvosi Egyetemnek a pszichiátriai szakát is, hogy, hogy hitelesen meg tudja aztán állapítani, hogy egy klinikai esetről, vagy valóban megszállásról, megszállottságról van szó. És elmondta, ő egy nagyon érdekes, hogy általában az exorcizmus első alkalmával nem hagyja el a gonosz a megszállottat, és hogyha majd el is kezdi hagyni, akkor, akkor, nem egyszerre hagyja el, tehát több ilyen alkalom kell ahhoz, hogy aztán fokozatosan távozik a gonosz lélek az illetőből. Ha például az, ha viszont távozni kezd, és ez saját tapasztalatából mondta az illető, annak fizikális kísérő jelenségei vannak. Az egyik ilyen például, hogy a megszállott személy erősen hányni kezd, még akkor is, hogy előtte például napokig nem evett. Az illető azt is mondta, hogy az ördögűrzési szertartás első alkalmával elszokta hívni a rokonokat, ez érdekes dolog, és a családtagokat is, hogy együtt imádkozzanak vele. Azt mondja, hogy ilyenkor először még úgy sincsenek ilyen nagyon látványos távozási, meg nem tudom milyen jelenségek, ilyenkor még oda meri a rokonokat engedni. És többször előfordult, és ez megint egy érdekes, visszakapcsolódva ez a szeretetlánkhoz, hiszen még mindig ennek a konferenciának az egyik résztvevőjéről van szó, hogy amikor elkezdték mondani közösen a lelkinaplóban naplóban található úgynevezett szeretetlángimát, lángimát, akkor a megszállott hirtelen görs, rándult, és teljesen váratlanul erősen hányni kezdett, ugye, amit az, előbb említettem, az a gonosz lélek elhagyásának az egyik kezdeti jele. No, mindegy esetre ezek csak ilyen általam ismert példák voltak, és kicsit élményszerűen talán azért tudtam előadni, mert nekem is élmény volt, hogy ezt az illető atyák elmondták, de mit tesz az egyház hogyha valakinél fölmerül a megszállottságnak az esete? Tehát milyen esetekben kell alkalmazni ördögűzést, exorcizmust, és mondjuk, ha alkalmazzák, akkor hogyan zajlik ez. Már csak azért is erről az utóbbiról érdemes beszélni, mert nagyon-nagyon sok filmet, ahogy most itt emlegettem már a filmeket többször is a műsor de azért, mert nagyon-nagyon sok ilyen alkotást láthatunk, és sokszor hihetetlen jeleneteknek, meg nagyon furcsa jeleneteknek lehetünk a szemtanúi. Igen, egy kicsit tá tágabb összefüggésbe helyezve a dolgot, a... Az egyházunk a, a gonosz lélekkel szembeni harcot egy rendkívül fontos dolognak tartja, és bizonyos értelme minden kereszténynek feladata ez. Tertulianusnál, például a második században, tehát a kereszténység kezdetekor hallunk arról, hogy egyszerű keresztények is imádkoztak egymásért, és a gonosz lélektől való szabadulást kérték. Vagyis nem pap, nem hivatalos szertartás keretében. A keleti kereszténységben, az, az ortodox egyházakban, mind a mai napig így van ez, hogy a, az ördögűzést azt egy karizmának tartják, amit nagyon sok egyszerű keresztény is gyakorolhat, és időnként gyakorol is. És talán azt is tudjuk, hogy a, a keresztségi szertartásunkban mind a mai napig vannak exorcizmusok. Tehát ez nem csak egy rendkívüli megbízott pap végzi, hanem Főleg felnőtt keresztségnél, ott ismételten több alkalommal, ha csinálják a, a katekumen szertartásokat, a beavatási szertartásokat, de legalábbis a keresztség előtt több alkalommal vannak megint csak exorcizmusok. Bizonyos értelemben a házszentelésben is ott van. Tehát a szentelt víz megáldása, a meghintés az is leginkább a gonosz léleknek az eltávolítását kéri és fogalmazza meg az imádságban. Tehát ezek az exorcizmusnak a rendes formái. A rendkívüli, a jelen egyházjogunk szerint, az mindig a püspök megbízásából kell, hogy történjen, tehát egy általa megbízott pap végezheti az ördögűzésnek, az exorcizmusnak a hivatalos liturgikus szertartását. A püspök olyan papot kell, hogy kiválasszon, aki szent életű és művelt. Tehát nem akárkit kell egy ilyen feladatra megbízni. Az exorcistának az egyik legelső feladata megpróbálni eldönteni, hogy egy betegségről van-e szó, vagy pedig ténylegesen megszállottságról. Ugyanis nagyon sok olyan betegség van, főleg pszichikai betegségek, amik hasonlíthatnak megszállottsághoz. Valaha például azt tudjuk, hogy az epilepsiát is úgy tartották számon, mint valami megszállott állapotot, manapság tudjuk, hogy abszolút nem erről van szó, egy egyszerű betegségről szintén a skizofréniának tudnak ilyen jelenségei lenni, amikor valaki más embernek gondolja magát, akkor tudnak ilyenek lenni a rögeszmék, amit valaki mond, hipnotikus állapotok, szuggesztió, hisztéria. Sőt, van néha olyan, hogy, hogy szinte tömeghisztériává válik a megszállottsághoz hasonló jelenség. Tartottak ilyeneket számon 17.-18. században, hogy ragályos megszállottság, amikor ez az állapot szinte egyik emberről a másik átterjedt. vagyis az atyának, aki végzi ezt a, a szertartást, meg kell próbálni meggyőződni arról, hogy erről van-e szó, vagy nem. 1614 ben adták ki a római rituálét, a Triantizsinat utáni rituálét, és abban elég részletes szabályok voltak erre, hogy mik a biztos jelei a megszállottságnak. Ezt röviden felolvasom. Egy-kettő talán kicsit furcsának hat most már, de egy-kettő nagyon bölcs és időtálló. Azt mondja, hogy idegen nyelvek értése tudása. Tehát ha megszállott, ról látszik, hogy más nyelveket ért és tud. Titkoknak a tudása, tehát amit ő nem tudhatna emberileg. Különleges erő, amit egy ilyen megszállott fizikailag ki tud fejteni. És a legutolsó, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb és legidőtállóbb, az ellenséges reakció a szent dolgokra és a megszentelt dolgokra. Nagyon gyakran a megszállott ezeket a jeleket csak bizonyos állapotokban produkálja, amit úgy is hívnak, hogy krízis állapot. Tehát átlagosan tudja egy teljesen normális emberként viselkedni, de bizonyos helyzetekben, főleg a szent dolgok közelébe jut, akkor jönnek ki rajta a megszállottságnak a jelei. Akár olyan tünetekkel is, hogy szinte lebénul, megnémul. Tehát látszik, hogy abban a helyzetben a, a gonosznak a jelenléte a testi funkcióit is befolyásolja. Hadd mondjak én is személyes élményt, ami nagyon sokat euh, tanított nekem a megszállottságról. Én Rómában tanultam három és fél éven át, és abban az időben Rómában volt egy hivatalos ördögűző, akinek a neve talán a magyar, olvasók számára is ismert Ámort atya, akinek jelentek meg magyar nyelven is könyvei. És ő többször kérte az ott tartózkodó atyákat, hogy jöjjenek segíteni, imádkozni. Tehát ilyen a kétszer is voltam ilyen alkalommal nála. És emlékszem például egy hölgyre, akit hoztak be, teljesen nyugodtnak tűnt, és ahogyan elkezdődött az ördögűzés, az atya odaült mellé, mondta az imákat, tartott elé a keresztet, hintette szentelt vízzel, akkor az egész asszony megfeszült, ilyen furcsa sziszegő, furcsa hangokat adott ki, az köpködni kezdett, akkor csúnya dolgokat kezdett mondani, nem is egészen az ő normális hangján, tehát egy nagyon félelmetes, nagyon furcsa reakció volt, és ahogyan az ördögüzésnek vége lett, akkor megint, mintha visszazökkent volna önmagába. A másik eset, amire nagyon emlékszem, még szörnyűbb és félelmetesebb volt, egy olyan 20 év körüli fiatal ember, aki megint csak saját lábán jött beteljesen normálisnak tűnt. Atya egyből föltette őt egy asztalra, és mondta, hogy négyen fogjuk le, mert szükség lesz rá. És elkezdte mondani az imát, és egyszer csak a fiúnak tényleg minden izma elkezdett megfeszülni, alig tudtuk ott tartani, és elkezdett ordítani, megint csak egy olyan hangon, ami nem az övé volt. Az atya később azt mondta, hogy ennek a fiúnak az édesapja meghalt, és az apa állandóan szitta a fiát, és egy nagy nullának tartotta őt, és a fiú ezeket a mondatokat mondta, tehát az apának a a mondatait, ilyeneket ordított, de egy borzalmas hangon, hogy hogy te egy senki vagy, dögölj meg, belőled nem lesz soha semmi. Ezeket ordította. A fiú ez is, mondom, szörnyű dolog volt hallani is, és az ember tényleg azt érezte, hogy valami ember fölötti gonoszság van ott jelen. Egyébként az ámortatja is ezeket, amiket elmondta teljes mértékben aláhúzta az ő tapasztalata is, tehát ő is óvatos volt, mindig először orvoshoz is küldte, nem volt abban biztos, hogy ez, ez megszállottság. És ő is azt mondta, hogy nagyon gyakran több alkalommal jön ugyanaz. A beteg is van, hogy több alkalommal tudnak segíteni, nyilván olyan eset is van, amikor nem tudnak rajta segíteni. Éppen a olvastam egy évvel ezelőtt talán egy interjút, és abban azt mondja, írja, hogy Dél-Amerikában, Afrikában, a harmadik világ országaiban, minthogyha sokkal inkább jelen lenne, és komolyabb, most téve megint csak komolyabban vennék az ördögűzést, mint a művelt nyugaton, ahol nagyon sok mindent a, a pszichikai betegségek körébe sorolnak inkább. Mi lehet ennek az oka? Tehát tényleg... mi nyugatiak, minthogyha mint tényleg kezdenénk azt, vagy az ördög, mintha elhitetné velünk, hogy ő nem létezik, igaz lehet ez? Illetőleg azt gondolom, hogy a kereszténység valóban egy ilyen ördögűző jelenségként is jelenik meg egy kultúrkörben. Tehát ténylegesen próbálta Európában az ilyen akár a nagyon erőszakos pogány szokásokat, a gyermekáldozatokat, meg sok minden más dolgot, az olyan típusú bálványokban való hitet, amelyek erőszakosokra szindulatúak. Tehát ezeket próbálta kiűzni. És valóban Európában talán kialakult egy ilyen kicsikét nyugodtabb világ ilyen szempontból. Afrikában, vagy, és hát Dél-Amerikában is nagyon erőteljesen jelen van sok esetben az afrikai kultúra is, a, a természeti vallásokkal, a sámánizmus, a vudú, az átkok és nagyon sok minden. Tehát sokkal erőteljesebben jelen van még ez a régi világ. Én magam is voltam egy alkalommal Afrikában, és ott ez szinte kézzelfogható, tehát az, hogy az egyik ember megátkozza a másikat, hogy ilyen babákat elővesznek, összeszurkálják, és a másik emberre gondolnak. Vagy hogy az emberek reálisan félnek a gonosz szellemektől, és minden halálesetet ilyen módon magyaráznak. Tehát ez teljesen benne van a, a hétköznapokban. Én azt hiszem, hogy ez is közrejátszik. Tehát abban, hogy, hogy ott ilyen intenzívebben foglalkoznak a, a kérdéssel. Sajnos persze Európára igaz, hogy, hogy én azt gondolom visszatérőben van a kereszténység gyöngülésével visszatérőben van a, a gonosznak az erőre kapása, tehát a hétköznapi életünkben is sokkal inkább jelen való. Igen, elszaladt az időnk, de azért még talán van néhány percünk, hogy egy kicsit kényes témát érítsünk talán nagyon röviden. A történelem során az egyház azért nem csak lelkisíkon kezelte a megszállottakat, a megszállottságot, hanem hanem fizikálisan is üldözte őket. Lehet, hogy ez egy egész külön műsort is megérdemelne majd, de azért néhány szóban, ha tudunk válaszoljunk erre, hogy, hogy boszorkányperek sokaságáról tudunk, amelyek kivégzéssel végződtek. Mit gondoljunk mindenről? Tehát ez elég, nekünk, elég lenne csak lelkisíkon, vagy pedig mi volt az oka, hogy ez fizikális üldözésbe is torkolt néhány száz évvel ezelőtt, és hogyan álljunk hozzá ez az egészhez? Nagyon gyakran az egyháznak ezt a személyre vetik, mint az egyik nagy történelmi bűnét, a boszorkány égetéseket. Mindenek előtt, ha tanácsoljam a kedves hallgatóknak, vagy ajánljam mindenkinek a figyelmébe, Mihály Hézemannak egy nagyszerű könyvét, a címe Sötét Alakok, már ajánlottuk is talán ebben a műsorban, ahol egy külön nagyszerű fejezet foglalkozik a boszorkánypereknek a történetével. A boszorkányságba vetett hit az nagyon ősi az emberiségben. Nagyon sok népnél megtalálható, például, hogy szemmelveréstől félnek, hogy a kisbabára valaki csúnyán néz rá, és akkor attól megbetegszik. A római jogban, amit mint a jogrendünk egyik nagy alappillérét szokás emlegetni, a boszorkánságra, tehát létezett ez a, a, bűn kategória, az élve elégetés a büntetés. Tehát a művelt rómaiak a boszorkányokat élve elégették. A germánoknál, illetőleg hát ez a népvándorlás népeire is eléggé jellemző, de különösen a germánokra hittek az ilyen boszorkányságokban, és azt is gondolták, hogy a boszorkányban különleges erő van, ezért miután megölték, a húsát megették. Tehát ez a pogány germán alapszokás ez volt. Érdekes talán tudni, hogy ezt a szokást az egyház írtotta ki. 785-ben van egy híres németországi törvény, ami előírja, hogy, hogy tilos boszorkányt megölni, és még kevésbé, még inkább tilos a testét megenni. Nagy Károly, aki szintén próbálja keresztényé tenni és humanizálni a frank birodalmat, ő is kimondja azt, hogy tilos, hogy bárkit is boszorkánynak tartsanak, és emiatt elítéljenek. Mert azt mondja a Nagykáro-féle törvény, ez egy pogány hit. Tehát a kereszténység alapvetően a boszorkány üldözések, vagy a boszorkány égetések ellen volt. Ezt nagyon jó tudatosítanunk. Később is, tehát erre számtalan példát lehetne mondani, amikor püspök, pápa, stb. véd ilyen esetben, és ezt az őrületet próbálja megállítani. Egy másik nagyon fontos tény, amit kevesen tudnak, sokan azt mondják, hogy sötét középkor akkor voltak ezek a borzalmak. A boszorkány égetések alapvetően nem a középkorban voltak, hanem később. Tehát sokkal sötétebb volt az újkorunknak a kezdete, vagy a nagyon késői középkor. A boszorkány üldözéseknek a nagy elindulásában sajnos egy domonkos atyának nagyon nagy szerepe van, egy Heimrich Kramer nevű domonkos atyának, aki a Boszorkányok Pöröje című borzalmas művet megalkotta, és ő maga is szinte megszállott módon próbálta üldözni a boszorkányokat. Volt olyan hely, ahova ő maga ment le, volt ott addig, amíg ki nem végezték ezeket a szerencsétlen általában asszonyokat, akiket ilyesmivel megvádoltak. Egyébként jó tudni, hogy az egyház ezt a Domonkos szerzetes nagyon nagy óvatossággal fogadta, a legtöbb püspök azt mondta róla, hogy gyermeteg és őrült, és be sem engedték a városaiba egy idő Igen, után. Igen, volt olyan város, ahonnan nyíltan kitiltották. És, egy, és egy érdekes dolog, hogy ez a boszorkányok pöröje, ha jól emlékszem, három nagy fejezetből áll, teológiai megfontolások az elsőben, nem tudom mi a másikban, és a harmadik, talán a legkisebb rész volt az, hogy, hogy hogyan derítsük föl, hogy a boszorkány boszorkánye. Na most ahány példány ránk maradt a középkor végéről, mindenhol csak ezt a harmadik részt lapozták nagy előszeretettel, és egy érdekes dolog, hogy, hogy nem is a katolikusok pusztán, hanem azon, a német területen, ahol ahol már a protestantizmus hódított, vagy teret, teret hódított, teret nyerte, ott ezt a katolikus könyvet lapozgatták nagy-nagy előszeretettel azok, akik boszorkányokat akartak üldözni. Igen, ez is nagyon fontos tény, és talán nagyon tévesen gondolkodunk erről. Hadd mondjak néhány számot a boszorkány üldözések áldozatairól, amik azt hiszem, hogy nagyon meglepőek. Összesen a történészek szerint körülbelül a teljes boszorkányúdéseknek a teljes története folyamán 40 ezer áldozata volt ennek az őrületnek, és ebből összesen ezer az, ahol egyházi közreműködés volt. Tehát ez nagy többségeben állami, vagyis városok, városi tanácsok, fejedelmek, királyok döntöttek. Tehát jó ezt kiirtani a fejünkből, hogy ez egy egyházi dolog lett volna. A 40 ezerből körülbelül ezer, ahol egyházi közreműködés, aktív közreműködés volt. És a másik fontos tény, ami talán számunkra meglepő, és amit félig meddig el is hangzott, hogy ez alapvetően nem katolikus területekre jellemző, a 40 ezernek több mint a fele protestáns területen. Volt ez főleg Svájc, Franciaországnak a déli része, és a Német Birodalomnak is a déli része, ez volt egy ilyen érdekes környék, ahol ez a borzalom sajnos föllobbant és virágzott.